Az Rínyi Ilona általános iskola elődjét 1886-ban alapították. Jelenleg két épületben folyik a tanítás. A kisebbek a családias hangulatú Rákóczi utcai épületben tanulnak. Az Rínyi ma egyike a város legjobban felszerelt iskoláinak. Három első osztályt indítunk. Sportiskolai osztályunk célja a versenysport megalapozása. Az első négy év folyamon heti 5 testnevelés órájuk van a tanulóknak. A lányoknak kézilabda, kosárlabda, röplabda, női torna, fiúknak labdarúgás, birkózás, kosárlabda, atlétika, triatlon, rendszeres edzése biztosítja, hogy a felső tagozatra egyesületi csapattagjai lehessenek. Első-második évfolyamon heti 2 alkalommal úszásoktatáson vesznek részt a gyerekek. Felső tagozaton hetente 2 órarendbe iktatott délelőtti edzést biztosítunk szakedzők irányításával. Az 5. évfolyamon sítábor egészíti ki a sportosztály programját. Az ide jelentkezőknek alkalmassági próbán és képességvizsgálaton kell megfelelniük. A hagyományosnak nevezett B-osztályunkban korszerű, változatos módszerek alkalmazásával segítjük a gyerekeket a tanulásban. Alapvető értéknek tartjuk a gyermek nevelése fejlődése során az önállóságot, autonómiát, toleranciát és kreativitást. A tanítás-tanulás folyamatában nagy hangsúlyt kap a differenciálás, a feladatok játékossága, sokszínűsége, eltérő nehézségi foka. A C-osztályban a Rogers-féle személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk és oktatunk iskola-otthonos rendszerben. Célunk, hogy a gyerekeket minél alaposabban megismerjük, lehetőséget teremtsünk, hogy önismeretük erősödjön, megtapasztalják, miben jók és miben kell még fejlődniük. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Mindehhez elengedhetetlen egy mindenkit el- és befogadó, szorongásmentes légkör. Érdekesek és játékosak a tantárgyok és az órák, hogy könnyebben tudjuk megtanulni, könnyebben tudjuk magunk elé képzelni, könnyebben érdeklődjünk utána, és így a tanulás is egyszerűbb. Az osztály nagyon összekovácsolódott a kirándulások alatt, van egynapos, kétnapos, háromnapos. Szakköreink kínálata bőséges, a művészeti tevékenységektől a középiskolai felkészítőig. A délutáni tömegsportfoglalkozásokon minden tanulónk számára biztosítjuk a mozgás és a csapatjáték örömeit. Az informatika oktatását 4. osztálytól kezdjük. 3 multimédiás számítástechnika szaktantermünk, valamint 11 interaktív táblás tantermünk lehetővé teszi, hogy tanóráink érdekesebbek, színesebbek legyenek. Az iskolai könyvtár barátságos környezetben várja az olvasni, művelődni vágyó diákokat. Iskolánk ökoiskola, nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A gyerekek különleges túrákon, a vállalkozó kedvűek pedig Balaton körüli nyári bicajos táborban vehetnek részt. Can I have a cat and dust, please? Yes, anything else? No, thank you. That's 5 pounds, then, please. Az Riniben 2 idegen nyelvet, angolt és németet tanulhatnak a gyerekek. Az első 2 év folyamon játékos formában mozgásra, tevékenységekre, rajzolásra épülő nyelvi előkészítést végzünk. 3. osztálytól a korszerű módszerek mellett emelt óraszám és kis létszámú csoportok biztosítják a nyelvtanulás hatékonyságát. Nyelvi hét, nyelvi előkészítő tábor, londoni utazás színesíti a nyelvtanulást. Azért jó a nyelvtanítás itt az Rinnyiben, mert a tanárok csak angolul beszélnek egész órán, és nekünk pedig angolul kell visszaválaszolni. Iskolánk kiemelkedően szerepel a matematika és a szövegértés kompetencia vizsgálatain. Az elmúlt években szinte minden tárgyból állhattak tanulóink országos tanulmányi versenyek dobogóján. Az Rinnyi a világra nyitott, modern iskola, de fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. Sokszínűek tanítványaink képességeikben, személyiségükben, de együtt képesek egy nagy közösséget alkotni. Sokszínűek pedagógusaink jó példáikban, módszereikben, de közös célokért együtt tudnak dolgozni. Gyermekközpontú környezetben segítjük tanítványaink tehetségének kibontakozását, erősítjük törekvéseiket, hogy megvalósíthassák álmaikat. Olyan fiatalokat nevelünk, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában másokkal együttműködve képesek boldogulni a középiskolában, majd az életben.